Paks, mint meg annyi sportágban, Tolna megyében és a régióban, a fogadhajtásban is meghatározó szerepet tölthet be éveken belül. Adva ugyanis a sportági hátország. Immáron 7 fogadtal rendelkezik a klub, a hajtók tudnak és akarnak áldozni a sportágra, készek versenysport szinten űzni a fogadhajtást. Az ehhez szükséges lovakat is igyekeznek beszerezni. A paksi fogadhajtó lovasklub az Ürgemezőn található Hajdanán az atomerőmű építő lengyelekről elnevezett focipályát, szép környezetben található tisztást alakítgatták át fokozatosan lovasportra, fogadhajtásra alkalmas pályává, amit a későbbiek során bérlőként igyekeznek megszerezni az önkormányzattól. Abszolút készen állnak arra, hogy itt versenyek, egyre nívósabb versenyek legyenek. Paksi Fogasport Egyesületnek 7 indulója van itt a versenyen, illetve van még vidéki, aki hozzánk tartozik, így körülbelül 10 vagyunk, aki csak az Egyesületnek a hajtója. Tehát azt lehet mondani, hogyha akármilyen versenyre a megyébe elmegyünk, akkor Paksról megy talán a legtöbb fogat. A mezőnyben ott volt a gerjeni Domsa Dalma is, aki az utóbbi időben a legismertebb, legrangosabb Tolna megyei fogadhajtók egyike, akit már tartalékként jelölt a szövetségi kapitány tavaly a világversenyekre. Tavaly már több külföldi nemzetközi versenyen is sikerült részt vennünk, volt Németországban, Lengyelországban, és igen, én lettem a póttag. Ugye a VB-re nem jutottunk ki, de én úgy érzem, hogy ez is egy szép eredmény, hogy ideig is eljutottunk. A lipicaiak között feltűnt egy-egy kiveszőben lévő kisbéri magyar tájfajta, amely éppen Somkert Ferenc paksi klubelnök versenyzőnek a hajtásával is bizonyította, hogy ebben a magyar tájfajtában bizony volt, van és lenne is fantázia. Az a legszebb, mikor alapidőn belül verőhiba nélkül végzi a hajtó a versenyt. Ez azért ezen a nehéz pályán a C és D kategóriás versenyzők közül csak keveseknek sikerült.